Ugye tudja, hol találja Magyarország leghangulatosabb presszóját? A Retro Rádióban. A mai vendég a Kowalski meg a Vega zenekarból. Kova és Jimmy, vagyis Balázs Gyula és Szórács Csaba. Szevasztok! Jó estét! Hát nagyon sok szeretettel köszöntünk még egyszer benneteket is, meg a hallgatókat is. Sziasztok! Jó estét mindenkinek! Hello, szevasztok! Azt mondtátok, hogy éppen egy próbáról jöttök, és én mindig azt gondoltam, hogy egy ilyen régi, öreg, motoros, profi zenekarnak már annyira nincs szüksége próbára. Csak akkor, ha valami új dologra készül. Hát de nem új dologra készülünk, mert eleget próbáltunk most az elmúlt másfél évben. Most már Istennek koncertezünk. Más nem is nagyon tudtatok. Más nem is tudtunk csinálni. De hogyha eleve szeretünk zenélni, és most pont egy olyan időszak volt, hogy egy két hét kimarad, vagy egy másfél, teljesen mindegy, és mivel most kezdődtek el a koncertek, érdemes volt átnézni egy-két dalt, aztán csináltunk. De ma próbáltatok, viszont már múlt héten is volt koncert, mert láttam. Az tökéletes volt. Soha nem késő, tudod. Ja, hogy ezért kellett próbálni, rájöttetek, hogy várjál, jó lett volna, hogy próbáltam. A többi előtt azért ejtsük meg. Hát felkészültünk mi rendesen, tehát amit lehetett, kimaxoltuk. De egyébként, ha meg nincs koncert, akkor egy héten egyszer biztos, hogy próbálunk. Egyébként meg azt kell, hogy mondjam, hogy valóban, tehát ugye a parkban játszottunk a múlt hét végén, és az a helyzet, hogy hát nem az első, már a harmadik koncert volt, de az a helyzet, hogy azért érik meglepetések az embert. Egy év vagy másfél év kihagyás után rendesen más a közeg, tudod. Tehát szokatlan egy picit, van annyira új, hogy simán kiessenek bizonyos sorok, meg is jegyezték, hogy nekem annyira azért nem mennek még a szövegek. De hogy korábban ilyen nem volt? Tehát amikor rendszeresen koncerteztek, akkor az úgy megvan a szöveg. Nézd, én jó sok szöveget írok általában minden egyes dalban. Úgyhogy előfordul. Most sem volt vészes. Én azt gondolom, hogy semmiképpen nem volt vészes, és néha előfordul. Úgyhogy majd orvosoljuk egy kis sugógéppel a továbbiakban. Ezt nagyon sok embernél látom, vagy sok előadónál látom a sugógépet. Eddig nem használtál? Nem, egyáltalán nem, de nagyon hasznos tud lenni, és nem kell szégyelni ugye a dolgot, főleg úgy, hogyha az ember már lassan szenilis is lesz, itt van 50 év, 50-60 év lassan. Hát meg nem is biztos, hogy rá fog pillantani, de egy ilyen megnyugvást ad, azt gondolom. Erre szoktam mondani, hogy hát a komoly zenészek viszont hát a legtöbb, mondjuk a 90% kottából játszik. Ők sem tudják fejből, vagy ha tudják is fejből, mindig ott van előttük a kotta. A könnyű zenészeknél meg ezt nehezen engedi meg, vagy bocsátja meg a közönség? Mármint az, hogy... Hát, hogy mondjuk legyen egy súgógép, vagy egyáltalán bármi. Most már... Ez szerintem észrevehetetlen egyébként. Nagyon a közönség ezzel nem is hiszem, hogy foglalkozik. Nem tudom, hogy egyáltalán van-e ilyen nem hiszem, képzet ezzel kapcsolatban. Te mit mondasz erre, Csabi? Tehát, hogy szerinted gázol... Én azt szoktam mondani, hogy az énekeseket általában három dolog szokta zavarni. A szöveg, a tempó és a dallam. Tehát, hogy ebből a szöveget lehet kirakni, a tempót és a dallamot viszont tudni kell, vagy ismerni kell. Úgyhogy én abszolút megbocsájtatónak tartom, még a zenészeknél is, de hát azért ezt rock színpadokon, pop színpadokon nem szoktuk látni, hogy mondjuk a basszusgitáros kirak maga mellé egy kis kotta állványt. Bár mostanában ilyen kis tableteket szoktam látni, ami hát, nem tudom miért van. Szerintem lehet, hogy olyan zenészek, tudod, vannak session zenészek, rengeteg helyen játszanak, és nekik is szerintem ilyen magabiztosságot ad. Tehát, hogy akinek van mit, hogy 8-10 zenekar, ahol beugrik, mondjuk basszusgitárosként, akkor szerintem az jó, hogyha azért ott van. És hogyha az énekes elfelejti a szöveget, akkor a basszusgitáros például hol tud hibázni? Van, hogy elfelejted a dalt? Én tudok jazz játszani bármikor, attól te ne félj. Én a parba is kiálltam előre, és rögtön refrén helyett verzét játszottam, úgyhogy én ezeket tudom hozni. Úgyhogy tud itt hibázni mindenki szerintem. Na, és azt észreveszi a közönség szerintetek? Van ilyen visszajelzés? Mert az, hogyha a szöveg... Nem ugyanaz, akkor az persze, hát azt egyből kiszúrja a közönség, de a zenét nem a biztos. Hangulat, szerintem most ez a parkos koncert, ez a hangulat, az energiák nagyon erősek voltak. Nagyon várta a közönség, mi is nagyon vártuk, szerintem most kis túlzása harmadragos volt, hogy most éppen elrontom-e, vagy hogyha a szövegben van egy kis hiba. Örült mindenki, hogy ott lett, az volt egy jó buli. Sőt, valójában egyébként az élő koncerteknek lehet, hogy pont ez, vagy az ilyen helyzetek adják a sava borsát. Tehát egyszerűen ez nagyon, a közönség részéről ez általában egy nagyon bocsánatos bűnnek
nem nevezném semmiképpen, tehát tévedés, hiba. Úgyhogy szeretik az ilyen dolgokat, én azt gondolom. Tehát tényleg látszik, hogy ez élőbe megy. A színházban is ugye mindig azt szokták megjegyezni, hogyha véletlenül valami kis rontás van, és azt elnevetik magukat, stb. Akár egy komoly darabban. Tehát azt könnyebben megjegyzik. Jó, beszélgessünk egy kicsit arról, hogy egyáltalán milyen visszatérni a színpadra a közönség oldaláról, tehát hogy milyenek a visszajelzések, milyen volt megtapasztalni, milyennek láttátok a közönséget. Innen folytatjuk a beszélgetést rövidesen, de most meghallgatunk tőletek egy dalt, ez a Mit mondjak még, de azért előtte elmondom, hogy ma is kiraktunk egy csodálatos képet magunkról a Retro Facebook oldalára, egy kis posztot raktunk, de úgyhogy a kommenteket nagyon várjuk, a pozitív visszajelzést a zenekarral, meg egyáltalán a műsorral kapcsolatosan, és hát élnek az elérhetőségeink, SMS, Viber, telefon 06 20 22 22 122, a Kovalszki meg a Vega a vendég, szól a Mit mondjak még a Retro Rádióban, az Abaházi Presszóban. Ez az Abaházi Presszó Abaházi Csabával. A mai vendég a Kovalszki meg a Vega zenekar énekese és basszusgitárosa, Kova és Jimmy. Ismételten szevasztok. Ott hagytuk abba, hogy milyen a közönség oldaláról egy koncert. Mert amíg volt ez az elmúlt másfél év, amikor nagyon sokan nem indultak neki a koncerteknek, bár volt lehetőség tavaly nyáron kisebb bulikat csinálni, de hát vannak zenekarok, akik kisebb bulikat nem tudnak megoldani, nem rentábilis, vagy bármilyen okból. És aztán azt lehetett hallani, hogy a közönség oldaláról sokan félnek egyáltalán belemenni megint egy ilyen nagyobb tömegbe. Hogy ebből mit tapasztaltatok? Milyen volt az első találkozás a közönséggel? Hát talán az első két találkozásunk, mondhatjuk azt, hogy felkészülés volt tulajdonképpen, hiszen mi pozícionáltuk már egy hónappal előtte, amikor még nem lehetett tudni, hogy mikor is engedik el pontosan, vagy akár két hónappal előtte, már a parkos bulit, tehát június végére készültünk, és hát az a parkos koncert az fenomenális volt. Tehát olyan energiák szabadultak föl, gondolom azért, mert az emberek is tényleg nagyon várták. Tehát maga a közönség is, mi magunk is, de volt azért voltak kérdőjelek természetesen az emberben, hiszen azért a mi oldalunkon is, a közösségi oldalunkon azért nagyon sokan írtak, ugye, hogy oltás nincs, hogy nem mennek, meg hallottuk azt is, hogy egy visszaváltás, de hát így is teltházas lett, és fergeteges hangulat. Tehát gondolom a Jimmy is ugyanint. Illetve nagyon sok nem rajongó barátunk, vagy akik koncertünkre járnak, ami nagyon jól esett, hogy rengetegen megvették a jegyet, és azt mondták, hogy nincs oltásunk, meg tavaly megvették már, vagy megvették évelején, úgy gondolták, hogy majd addigra nem kell, de akkor is eljönnek a koncert, és kint rengetegen kintről voltak, és kintről nem váltották vissza a jegyet, ezzel is segít, vagy támogatják a zenekar, és kintről volt egy komolyabb mennyiségű ember, aki végighallgatta a bulit. Én arra vagyok kíváncsi, hogy ugyanúgy viselkedik-e a közönség. Tavaly ugye az volt, hogy azért nem lehetett nagy koncerteket tartani, mert hogy a koncerten valahogy szorosabb a kontakt, és mindig szembár jutták sportrendezvényen, ott bezzeg lehetnek sokan, de ott azért nincs olyan szoros kontakt, jó, mondjuk foci meccsen van a B középben. De hogy ezért nem lehetett nagy tömegrendezvényeket tartani. Hát most a parkban, meg a hasonló helyeken, meg majd mentek a plázsra, azt gondolom, hogy ott aztán tényleg egymás nyakába ugrálhatnak, ha akarnak. Meg volt? Csinálják? Abszolút. Abszolút. Tehát olyan felszabadult volt a hangulat, mintha mi se történt volna az elmúlt egy évben. Tehát konkrétan... Mi is felszabadultunk benne, bocsánat. Igen, hátborzongató, tudod, mikor ott van több ezer ember, és a legutolsó sor is felemeli a kezét. Tehát nem az vagy az eleje, első harmad, hanem a legutolsó ember is, és az embereken lehetett látni. Általában mindig ez a VIP vendégek, akik még jobbra felülnek, külön noszogatni kell őket, hogy hát ti is tegyétek már fel, gondoljátok a kezeteket. De itt most ott is tömeg volt, és annyira aktívak volt. Tehát ki volt éhezve a közönség? Abszolút. Ez egyértelmű. Abszolút. És az a jó hír, hogy nem csak rátok, tehát hogy másoknak is működik, nem? Biztos hát, vagyok benne. Biztos. Hát egyelőre mi még eljutni nem juthattunk el. Miért nincs oltásotok, vagy mi? De igen. De hogy nincs, hát nyilván ez feltétele volt annak, hogy ne kiinduljunk. Hanem egyszerűen, hát még csak most kezdődött a nyitás, tehát arra egyszerűen nem volt még módunk, hogy egy más előadónak a koncertjére menjünk, majd reméljük, hogy menet közben a nyár folyamán azért láthatjuk a többieket is majd. Mennyire van biztos, tele a naptár? Hogy mondjuk úgy a lezárások előtti időszakhoz képest egy ilyen 80%-os a jelenlegi szervezési arány, mint ami előtte volt. Tehát jó, nagyon jó állás. Igen, nagyon jó helyzetben van a zenekar. Egyébként meg azért jó volt látni, mielőtt mi mentünk a parkba, hogy nem mi nyitottuk a parkot, de jó volt látni, hogy más zenekarokon is milyen sokan vannak. Tehát az is egy ilyen plusz löketet adott, hogy már előtte lévő figyeltük.
Külön fogunk majd beszélni erről a Plás koncertről, de most én rámennék egy kicsit a barátságra, mert hogy én úgy is promóztam ezt a mai estét, meg úgy így is írtuk ki a Retro Facebook oldalára, hogy tényleg ez egy baráti beszélgetés, mert hogy 800 millió éve vagyunk barátok, ahogy ezt szlengben szokták mondani. De ti emlékeztek arra, most nem a mi közös barátságunk, hanem az egymással kötött barátság, hogy ti mikor és hol találkoztatok először? Ez hát megvan? Egész, hát abszolút. Hát először is nyilván én egyébként ugyanúgy Sing Sing és Blackout rajongó is voltam, tehát egy picivel fiatalabb vagyok tőletek. Mindig akivel éppen beszélgetünk, akkor szokta ezt mondani. Ez abszolút így van. Most Zsibi beszél sajnos, nem a Kova és nem a Csak. Tehát ő a fiatal. De ezt egyébként tudják is rólam már a én közeli barátaim. Nekem volt egy inkább hírhet, mint híres zenekarom, és hogy volt egy zenekarunk, Árnyak néven futott, egy ilyen hiperdark zenekar voltunk. Hiperdark? Hát én úgy neveztem, mert itt a fekete körömlaktól, amit el tudsz képzelni, minden volt. És a Blackout-nak, amikor kijött, azt hiszem, a WWW albuma, sőt, egészen biztosan, az 2000-re tehető. Bocsánat, csak egy ilyen zárójeles mondatot hadd mondjam, mert hát, ha valaki a retro hallgatók közül nem tudja, hogy a Blackout volt az a zenekar, ahol Kovával a nagy közönség megismerkedhetett, hiszen ott voltál énekes. Hát tehát, vagy részben nagy közönség, igen. Tehát ez egy rockzenekar volt, ugye, ami hát underground körökben. Így van. Na, bocsánat. És akkor volt egy közös turné, és akkor mi ott haverkodtunk, meg ismerkedtünk meg, de még akkor nem volt az a nagyon nagy összebarátkozás, csak hát tudtunk egymásról, volt egy ilyen 20 állomásos turné, az nekem körülbelül, hogy az egy meghatározó élmény volt a zenei karrieremben, meg hát azért az a zenekarra tapasztaltam meg, milyen nagy színpadon játszani, beállás, a többi turnébuszba ülni, turnébuszba, Fiat Puntóba ültünk öten, Marssal az ölünkbe. Tehát, hogy ezeken így végigmentünk nyilván, mint mindenki. Ma már nem azzal mentek szerintem. Hál' Istennek már nem. És akkor utána én... De megszokásból a Marshallt az ölembe. Ezt nem engedem. És utána én elmentem egy fél évre Új-Zélandra, és mikor hazajöttem, akkor kérdeztem a menedzserünket, akkori menedzserünket, mert egy istálóval voltunk, hogy most mit, kivel mi történt, mert fél év alatt egyébként tehát mikor elmegy az ember az ország, fél év múlva visszajöttem, a Magna Cum Laude megerősödött, és akkor mondták, hogy Kovának melindult a... önálló buli, és akkor mezőtúr elmentem rögtön megnézni, meg hallom, demót is kaptam tőle. Én mondtam, hogy ez nem lesz egy olyan rossz, és elmentünk megnézni, és akkor mezőtúron egy éjszakát átbeszéltünk, és akkor úgy. Beveszélte magát a zenekarba. Bedumáltam, jó. Na sokat. És én erre gondoltam, hogy így megvan egy adott pillanat. Egyébként hogy akkor, amikor először találkoztunk, akkor ültünk valahol, ez volt a kezünkben, és akkor sört, cigi, nem tudom micsoda. Abszolút. De hogy akkor nagyjából így jól gondoltam. Hát mivel, hogy ez egy közös turné volt, tudod, tehát ez megvan az első találkozási pont, meg az is ahogyan, és amilyen formában bekerült a Jimmy a zenekarba, egyébként annak is van egy sajátos története. Mert ugye a Temesi Bercivel kezdtem el a Kovaszki meg a Vegát. Tehát ő volt a basszusgitár a Vegának, és amikor ugye a Berci került a csapatból, vagy elment, akkor én szóltam a Jimmynek, hogy lehetne jönni, van-e hozzá kedve, de egy napra, vagy két napra felhívtam, hogy figyelj csak, Jimmyke, várjunk már még ezzel a dologgal, mert lehet, hogy a Kovaszki meg a Vega lesz az az első zenekar Magyarországon, akinek nem lesz élőben basszusgitár, hanem szubokat fogunk majd alkalmazni, tehát gépi basszusokat, szegény elszomorodott, tudod. Nagyon nagy ötlet, gratulálok. Aztán persze ez a próbálkozás meghalt, és egészen pontosan úgy került be a Jimmy, hogy még volt egy hány nap. Hát szűk két hét, és mondta nekem, hogy figyelj, mit csinálsz? Hát mondom, itthon vagyok Jászberénbe, éppen súlyzózgatok, este próba. Hát mondom, nagyszerű. Mégis csak kell jönni. Este úgy próba, hogy te még akkor nem ismerted a dalokat, vagy nem tudtad a dalokat, meg kellett hát tanulni. Hát maradjunk annyiba, hogy volt mit csiszolni rajta, de úgy már elkezdtem egy-két dalt, nagyjából tudtam, és akkor mondták, hogy van egy szűk két hét, és akkor lesz egy zöldpardonos buli. Na akkor ott a szomszédok nem örültek, mert 0-24-ben. Hát nyilván húznó, tehát bevágni rendesen. Három próba volt, és rögtön mély víz. Innen folytatjuk a sztorit is, meg a beszélgetést Kovával és Jimmyvel itt a Retro Rádióban, az Abaházi Presszóban. Ez az Abaházi Presszó Abaházi Csabával. A mai vendég a Kovaszki meg a Vega, énekese és basszusgitárosa, Kova és Jimmy.
Még egy kicsit visszatérnék erre az elmúlt másfél évre. Tudom, hogy a hallgatók egy jelentős része már túltette magát ezen, és akkor is, amikor benne voltunk, akkor mindig írták, hogy na, de ne beszéljünk erről. De én kíváncsi vagyok, hogy tudtátok ti átvészelni. Mert nagyon soktól hallottam, nagyon sok embertől, hogy egyszerűen szakmát kellett váltani, mert ott is egy zenekar vagytok, akik ebből éltek. Nincs idő, nincs lehetőség emellett dolgozni. Na de hát, hogyha nincs koncert, nincs bevétel, hogy éltétek át? Te vagy a zenekarvezető, és fizetted a zenekartagokat, mint egy rendes munkahelyen? Vagy egyáltalán mi történt? Hát nyilván ez szükséges volt, azzal együtt is, hogy az ember nem tudhatta, hogy meddig tartanak ezek a lezárások, de szükséges volt ahhoz, hogy tartalékokkal rendelkezzen. Maga a zenekar is, tehát nem csak az egyének, hanem maga a zenekar is. És hát ebben a szerencsés helyzetben voltunk. Volt ilyen is, tehát a mi helyzetünkben, amit szó szerint, amit mondtál, hogy volt, akinek volt mondjuk úgy fizetése, valamilyen minimál fizetése. De ez zenekari az fizetése. Zenekari tehát, fizetése. Hogy nem valóban elment dolgozni, nem. A zenekarból volt fizetés. Így van. Hiszen rendelkeztünk tartalékokkal, de úgy általában egyébként maga a csapatnak volt önállóan is olyan, voltak olyan tartalékai. Úgyhogy ebben a tekintetben így sikerült, tehát össze kellett fogni mindenképpen, és össze is fogtunk. Másrészről pedig rengeteget dolgoztunk, tehát lekötöttük magunkat, mondjuk úgy, kőkemény munkával, tehát ennyit szerintem még soha nem voltunk stúdióban, mint ez alatt a 2020-as nyár. Oké, csak hát régebben, vagy korábban ez úgy működött, ha az ember sokat dolgozik, próbál, elmegy stúdióba, koncertre, stb., akkor majdnem, hogy egyből meg is kapja érte a jutalmat. Most meg nem lehetett tudni, hogy oké, hogy van idő sokat gyakorolni, meg stúdiózni, de hogy mikor lesz ebből bármi, főleg fénc. Hát ezt nyilván nem tudhattuk. Tehát meg gyorsan reagáltunk, tehát hogy mi a lemezt azt pont idén februárra hoztuk volna ki, ezzel szemben mi tavaly októberben jelentettük meg, tehát rögtön, amikor lezárások megtörténtek, akkor átvariáltunk mindent, hogy jó, akkor most nem valószínűleg nem fogunk tudni menni egy jó darabig, kezdjük el a stúdiózást, és mi egy 50 dalos, 3 lemezes válogatás lemezt hoztunk össze. De ez már a terv volt, vagy ez a... Későbbre volt, egy évvel későbbre tettük volna, és ezért... Ja, én azt hittem, hogy azért mert annyi időtök volt, hogy akkor legyen egy ilyen 50 dal. Amúgy is tervett volna. Ja, tehát amúgy is tervett volna, és akkor így átcsoportosítottuk az energiánkat. De még mindig jobb volt, mint otthon ülni, és ebbe a spirálba belepörgetni magad. Így is voltak azért hullámvölgyek, tehát nem tudjuk azt elmondani, hogy fú, ezt könnyen átvészeltük. Bizony. De egymásban... Nem egyforma habitusú emberek vannak. Tehát lehet, hogy van, aki könnyedén átvészeli, van, aki nehezebben. Hát volt ilyen? Vagy... Abszolút. Sőt, abszolút. Hullámzott gyakorlatilag mindenkinél. Mindenkinél folyamatosan, hát próbáltuk egymástban tényleg tartani a lelket. Tehát voltak olyan időszakok, amikor elkelt a többiek abszolút segítsége, mit tudom, egy vagy két embernek. Meg egyébként tényleg jó, tehát mi több mint fél évig stúdióban voltunk, ilyen sokat tényleg nem voltunk, és leforgattunk 3-4 videóklipet, majd videóklip készítésnek is úgy tudtunk örülni. Rendesen csapatépítő munka volt. Csapatépítő tréning volt. De ha már egyszer ebbe belementünk, akkor ezen a vonalon tovább megyek, hogy stúdiózni, meg videóklipet készíteni. Nem lehet ingyen. Ahogy említettünk. Azt megint csak fizetni kell. Igen. Ahogy említettük, ez tervben volt. Tehát erre félre voltak téve. Tehát ugye ez azért, mi igen, alapvetően 2-3 évvel előre készülünk. És azért tudod, ezek a tartalékok ebből is származnak. Tehát tudatos munka zajlik, hogyha akkor mondhatom ezt. Ebből most már látszik, hogy azért 2-3 évre előre megvannak azért az anyagi hátterei is bizonyos munkáknak. Na jó, ne túlozunk 2 évre, biztos, hogy előre. Azért szépen lassan összeszedjük. Igen. Na most bizonyos részét felhasználtuk ugye magára a stúdiózásra, a lemezkiadásra, másik részét meg gyakorlatilag felélte a csapat azzal, hogy támogattuk, segítettük annak, akinek kellett. És akkor most megint elkezdődik a gyűjtés. Igen. Hát szerintem most ebben a szakmában mindenki így fog gondolkozni. Hát igen, és ráadásul valószínűleg vannak olyan előadók, zenekarok, társulatok, akik nem is gondolkodtak ennyire előre, hogy mondjuk félretettek volna bármilyen ínséges időre, vagy bármilyen tervre. Hozzáteszem, nekünk ez egy szerencse volt, mert mi 10 éve itt dolgozunk, tehát hogy 10 éve, 2 évenként, 2 éves periódusokban gondolkozunk, és ez a gyűjtögetés, ez ennek annak legyen pénz, ez már jóval ezelőtt is működött. Nekünk csak ez milyen aztán, szempontból jó. De honnan vettétek ezt a példát? Ez, vagy ez saját fejetekből patant ki? Én még nem hallottam ilyet, megmondom őszintén.
Hát ez most meg nem mondom neked, hogy ez egy minta, amit átvettünk volna, vagy azt szerint kezdtünk el gondolkodni, de szerintem ez önállóan alakult. Így alakult így, valahogy ki az elmúlt 10 évben. Még a Még nem éden lemezt megelőzően már tudatosan arra készültünk, ugye, hogy önállóan, önerőből tudjuk megjelentetni. Akkor kerültünk ugye a Fejes Tomin keresztül a MOL-hoz, és akkor ahhoz kellett azért valamennyi önállóan betenni, és onnantól kezdve mi folyamatosan így dolgozunk. Tehát ez így kialakult. Igen, a Még nem éden lemeztől már minden lemezre így készülünk, tehát ilyen szempontból a zenekari kasszát az mindig töltjük fel. És ez csak a lemez. És ez csak a onnantól lemez. Kezdve tudatos minden egyes előre megtervezett videoklip is, tehát gyakorlatilag mindent önerőből. De jó, hogy erről így beszéltek, mert hogy én azt gondolom, hogy sokan nem látnak bele így egy zenekari háttérbe, hogy, mert kívülről tényleg csak úgy látszik, hogy biztos elmentetek próbálni, felvettetek egy-két dalt, ma már otthon is fel lehet, nem kell stúdiót bérelni, és aztán kiálltok, vidámak vagytok, és kaptok egy csomó lóvét. Hát azért nem erről van szó feltétlenül. Nem csak erről van szó. Jó, innen folytatjuk a beszélgetést rövidesen, most meghallgatjuk pár perc múlva az Amire szültek című dalt, aztán folytatjuk a beszélgetést Kovával és Jimmyvel itt a Retro Rádióban, az Abaházi Presszóban. Ez az Abaházi Presszó Abaházi Csabával. A mai vendég a Kowalski meg a Vega zenekar énekese és basszusgitárosa, tehát Kova és Jimmy van itt velünk. És egy kicsit beemelek abból, amit miközben szóltak a zenék, arról beszélgettünk, hogy ahhoz, hogy egy zenekar befusson, és aztán hosszú ideig fennmaradhasson, nem feltétlenül a tudatos munka kell, vagy nem csak az kell, mint amiről az előbb beszéltetek, hanem azt mondta Kova, hogy kell szerencse. Hány százalékban volt nektek szerencsétek, mit gondolsz? Hát ez így jó kérdés, hogyha pontosan kéne meghatározni, de nem is szerencsének nevezem, hanem inkább tehát egy karmikus hitel, amiről beszélgettünk, tehát jó, nevezhetjük szerencsének is. Most akkor maradjunk ennél, mert ez egyszerűbb, de egyáltalán nem mindegy, igen, hogy az a csoport, vagy azok az emberek, előadók, hogyha ketten vagy egyedül van, teljesen mindegy, ugye a mi esetünkben itt több előadó, több emberről van szó, hogy mit hoz, mi van a sorsába, mondjuk úgy bele. Írva, vagy belevésve, vagy lehetőségként tálalva, ez azért nagymértékben meghatározza a lehetőségeket, én azt gondolom. Nevezzük ezt szerencsének? Hát nézd, ezt nem tudnám megmondani. Úgy, hogy benne él az ember, benne van az ember, és hogyha visszatekint, ugye látja, hogy honnan indult, és milyen helyzetben van éppen, azért ezt nagyon nehéz megmondani, hogy az arányok. A kőkemény befektetett munka, mert hát ugye azt nem lehet kiiktatni. Tehát olyan a mesében nincs, hogy munka nélkül bármi elérhető. Tehát nagyon keményen kell dolgozni, ez kétségtelen. A tehetség is egy dolog, azon felül is rengeteg munka, és hát ugye itt van ez a bizonyos szerencsefaktor, vagy karmikus hitelfaktor, nem tudnám megmondani, hogy az arányokat. Annak idején, tehát hogyha most visszamehetnénk az időben, és találkozhatnál saját magaddal, azzal az éneddel, aki akkor voltál, amikor ez az egész zenekar elindult, akkor, tehát mennyiben voltál te más ember? Mennyire hittél abban, hogy majd eltelik X idő, és az ország egyik leghíresebb, legtöbbet koncertező és legnagyobb közönséggel rendelkező zenekara leszel? Vagy egyszerűen csak szerettél volna valami kis pluszt, ami éppen akkor nem volt meg az életedben? Inkább ez. Sokkal inkább ez. Mert akkor, amikor elkezdtük, egy fél évvel előtte még, tehát a Kowalski meg a Vega indulása előtt fél évvel, még konkrétan az volt a fejemben, hogy én majd valahol Indiában, a Himaláján fogom leélni az életemet szerzetesként. Tehát, hogy azért messze volt a startvonal, hogy utána meg elindult a Kowalski meg a Vega, mert rájöttem, hogy na, azért nem. Tehát, hogy ebben azért... Még teszek egy kísérletet, nem erről van szó. Tehát arról kellett lemondanom, hogy én majd a Himalájába szerzetes leszek. Egyszerűen csak azt mondtam, hogy én más nem tudok, tehát hogyha szolgálatról is beszélünk, és hogyha már így tekintek az életem további dolgaira, hogy szolgálatot kell, hogy valamilyen formában végezzek, mert azt szeretném, mert az éltet, akkor nevezzük azt, hogy a Kowalski meg a Vega elindulása az gyakorlatilag egy szolgálatnak indult, hogyha így nézzük. Nem volt vele terv. Tehát az nem, hogy úristen, mit lehet ezzel elérni, mit lehet ezzel keresni, vagy mit tudom, tehát nem voltak ilyen tervezés.
Aztán persze, amikor, sőt, az volt először, hogy ugye ez egy egylemezes szóló, egy valami lesz, projekt. Aztán így van, és aztán majd meglátjuk, hogy merre, hogyan tovább. Az megint más kérdés, hogy ebben rendesen beleálltunk, tehát maradt a Kovalszky meg a Vega, de továbbra is szolgálatként tekintek rá, ez egyébként nem változott. Innen folytatjuk a beszélgetést, éppen egy érdekes résznél vagyunk, de hát ugye mindjárt 9 óra van, meghallgatjuk a híreket, aztán folytatjuk a beszélgetést Kovával és Jimmyvel itt a Retro Rádióban, az Abaházi Presszóban, közös kedvencünk szól most, az Áptól a Nap, és aztán jövünk vissza. Ez az Abaházi Presszó Abaházi Csabával. A mai vendég... A Kovalszky meg a Vega, egészen pontosan Kova és Jimmy. És hát ugye pont ilyen érdekes részek jönnek mindig, amikor meg kell szakítanunk a beszélgetést, és aztán el is veszítjük a fonalat. De hát is ennek van egy újabb fonal, amit be lehet fűzni, és aztán azon lehet tovább menni. Mert engem az megfogott, hogy mondtátok, hogy mindig előre terveztek 2-3 évre. Kettőre. Két évre. Ebből a tervből elszoktatok előre árulni valamit, vagy ez mindig megvalósult? Tehát, hogyha valamit elterveztek, akkor az mindig megvalósult. Vagy épp azért nem mondjátok el előre, mert mi van, ha közben alakul, módosul a terv? Nekem nagyon rossz szokásom, hogy én mindent előre szívesen megosztok a közönséggel, és hát ugye bizony alakul úgy a történet, hogy nem úgy kivitelezzük, vagy teljesen más irányt vesz a történet, ugye menet közben, főleg, hogyha ilyen hosszú távú tervekről beszélgetünk. Úgyhogy én már futottam bele nem egyszer ilyen nem kellemetlen, mert most már a közönség is tudja, és már tudják az emberek is, ismernek jól, úgyhogy nekem már nagyon hamar megbocsátják, már voltak rendesen, aki úgy jött vissza, hogy jó, jó, hát az, hogy nem úgy alakult, az nem vészes, tehát a Kovától lesz már. De régebben számon kérték. Volt olyan, talán, de ez még ez sem jellemző. Igazából a többiek mindig arra biztatnak, hogy nyugtával a napot, tehát először közelítsük meg a tervet, és hogyha tényleg úgy alakul, hogy most már ez fix, és valamikor a végére jutunk a belátható jövőn belül, akkor adjuk közre a híre, az információkat. Na meg azért ezek főleg a 2 évről beszélünk, akik ilyen kardinálisabb, nagyobb koncertek, főleg a szervezőnek, hogy akkor lemez, azért általában abban nem térünk, hát most az ominózus, amiről beszéltünk. Jó, hát ezt nem lehetett. Ezt nem lehetett nyilván előre tudni. Tervet készíteni. Sőt, inkább ez hamarabb is jött ki. Tehát általában ezek így nyilván meg is valósulnak, úgyhogy ez így azért tartjuk magunkat a 2 éves etaphoz. Kicsit ellenéznék ebbe a tervkészítésbe, hogy hogy működik, mert abból, vagy azt nagyjából tudom, hogy hogy működik, amikor az ember lemegy egy próbaterembe, és mondjuk dalokat ír, vagy felkészül egy következő koncertre, de a terv elkészítése, az mindig ugyanazoké az embereké, akiket a színpadon lát az ember, vagy oda bevontok másokat is. Hogy néz ez ki? Egyáltalán kinek a fejé, tehát ki az, aki a hangadó? Azt gondolnám, hogy Kova azt mondja, figyelj, ez a terv, és a többiek mennek utána, hogy oké, meg kell valósítani, mert a főnök ezt mondta. Nem feltétlenül, egyáltalán nem, sőt, most ezúton is üzenjük a Ferikének, hogy várjuk vissza nagy szeretettel az Őri Feri, aki a szervezőnk, ugye általában például, hogy a koncertekről van szó, tehát bizonyos stratégiai pontok, tehát mit tudom én az arénában, vagy nem tudom én milyen fő pontokat szoktunk felállítani, az általában ő teszi le a tervezeteket, és akkor együtt megvitatjuk. Lemezzel kapcsolatban is nem feltétlenül én hozom az alapötletet, bárki hozhatja a zenekarból. De mi jelent az alapötlet egy lemezhez, hogy mikor lenne érdemes? Mikor lenne érdemes egy gyűjtő? Zeneileg is van terv, hogy akkor egy kicsit elmozdulunk ebbe az irányba, szövegileg abba az irányba, tehát ilyen terv nincs? Nem, tehát az dalonként megy. Mi mindig egy dalra koncentrálunk, tehát mindig az van csak elő, ami éppen íródik. És hogy aztán az milyen irányt vesz, az tényleg több embernek a munkájától, hangulatától függ, de addig újat nem tervezünk, amíg az el nem készül. Tehát nagy baj. Talán egy dolog van egyébként, amit így hát így hátra is dőlünk, és azt így Kovára hagyjuk, maga a videóklippek, hogy nézzenek ki, mert abban egy indiánnal nagyon jó együtt tudnak dolgozni. Meg azt, hogy kitalálja, elmondja, és akkor az általában... Lehet, hogy kapkodja a fejét a kedves hallgató, hogy indián. Indián egy híres kliprendező. Elnézést. De bárkivel egyébként, de most elég sok klipet készítettünk vele, már most fiataloknak is biztosítottunk, meg tök lelkesek voltak. Hát persze, és a bíró testvérek. Bíró testvérek, ők felvidék is rácok. Tehát, hogy az például az elejétől végig, az csak így megnézzük a forgó, és az általában az jósül el. Neki Kovának például ez van érzéke.
Mert mostanában én azt látom, és ez nem csak Magyarországra igaz, hogy, hogy egyre kevésbé gondolkodnak az előadók lemezben, mint régebben az volt, hogy kiadunk egy lemezt, azt meg lehet vásárolni a lemezboltban, ma már lemezbolt sincs, és éppen az, ahogy te mondod, hogy dalokban gondolkodtok, és akkor előbb-utóbb összeáll annyi dal, hogy érdemes feltenni egy megosztás, megosztóra a lemezt. Mi még eddig gyűjtőalbumban gondolkodtunk, tehát hangordozóban, lásd CD formátumban, de én már ezt 3-4 éve mondom, hogy igazából nem lesz következő, tehát én mindig előjövök ezzel a hírrel. Na látod, ennyire nem szabad engem komolyan venni a kérdésben. Nagyon előre tekinted, de hát ugye érez az ember egy tendenciát, meg látja, hogy mi zajlik a világban. Tehát, hogy tényleg nem nagyon van már lassan értelme. Hát lassan az autókban sincs lemez lejátszó, tehát CD lejátszó. Összekapcsolja a telefonnal, és a telefonnak van. Biztos van olyan alkalmazása, ami így keresztül van. Elérhető a világ összes lemeze. Így van, pontosan. Tehát előbb-utóbb tényleg nem lesz már értelme konkrétan kiadni, de néhány gyűjtőnek, mit tudom én, ilyen kuriózumszerűen, vagy ilyen exkluzív kiadásban lehet gondolkodni pár ezerben, de nem hiszem, hogy erre kifejezetten lesz időnk, igen, megfelelő formát kell kitalálni, hogy akkor valóban hogyan. Tehát valószínűleg az lesz, igen, hogy internetes formában egyszerűen csak hagyjuk, hogy a premier dalok azok eljussanak a közönséghez. Tehát, hogy nem csak a YouTube-on, hanem utána más megosztó felületeken is közreadjuk. Mennyire vagytok képben, hogy milyen megosztó felületek vannak, és mit használnak az emberek, egyáltalán ti rajongóitok, meg hogy merre megy a világ? Ezt ki figyeli a zenekarból? Ezt figyelni kell, ez többen is. Hát igazából... Vannak ilyen feladatok kiosztva a zenekaron belül? Valahogy kialakult ez is. És van is rá külön emberünk. Tehát mondjuk úgy szerződésben is vagyunk. Egy csapattal külön, aki ezzel foglalkozik. Valahogy mindenkinek kialakult a zenekarba a szerepe, és mivel, ahogy Kova is mondta, mindent szeretünk saját kézbe tartani, vagy egy-egy olyan ember kapcsolódott ehhez a teamhez, aki bizonyos feladatokat elvégez. Lásd, hogy lemezkiadás, a többi, ezt is saját kézbe tartjuk. Tehát, hogy azt gondolom, hogy a jövő csak ez, hogy mindent saját magunk. Megint zenélünk, jön az Amilyen hülye vagy, én úgy szeretlek, című Kowalski meg a Vega, klasszikus, aztán beszélgetünk tovább Kovával és Jimmyvel itt a Retro Rádióban, az Abaházi Presszóban. Ez az Abaházi Presszó Abaházi Csabával. A mai vendég... A Kowalski meg a Vega, Kova és Jimmy. És én még mindig leragadtam ennél a tervezésnél, meg egyáltalán, hogy mi, hogy történik, és hogy mindig megye a zenekar utánad. Tehát, hogy te vagy a Kova, akinek a neve benne van a zenekar nevében. És hogy amit te kitalálsz, az mindig jó irány-e. Vagy a zenekar az ugyanúgy beleszólhat, és akkor fejedre koppintat, hogy halóka, ez nem az az irány, ami minket előre visz. Hát a fejemre semmiképpen nem szoktak koppintani. Én azt mondom, hogy ezt nyugodtan állíthatom. De egyfajta bizonyos közös munka mindenképpen zajlik. Tehát, hogy a terveket azt mindenképpen közösen ütjük le, és határozunk meg. Még hogyha talán az utolsó szó az minden esetben egy döntés, az mondhatom, hogy az én kezemben van. Tehát kétségtelen, hogy ha ez messze nem, tehát ismétlem és hangsúlyozom, ez messze nem szóló projekt, vagy szóló zenekar, vagy nem tudom, minek nevezzem. Ez mindenképpen egy csapat és egy zenekar. De mégis egyetlen, aki a kezdet óta a zenekarban van. Kétségtelen. Nagy volt a fluktuáció, hogy mondjam. Kétségtelen. Sok mindenen átmentünk, ez is igaz. És talán éppen ebből is, ezekből a tapasztalatokból megerősödve veszem magamnak a bátorságot, hogy igenis, tehát van egy feje az egésznek, de én azt gondolom, hogy a Jimmy is, legfőképpen a Jimmy mondhatja el, de az egész zenekar is azt mondaná, nem csak én magamat vetítem itt, hogy itt nincs, tehát diktatúra semmiképpen nincsen. Pedig ezt szoktam mondani, hogy a zenekaron belül csak az működik, tehát hogy másképp nem lehet. Én abban hiszek, hogy mindenki hozzáteszi, tehát nem véletlenül dolgozunk csapatban, és hogyha már csapatban dolgozásról van szó, ugye a zenekar az nem csak maga, az a hét ember, aki adott esetben a 6-7 ember, aki színpadra áll, hanem ugye 23 emberről beszélgetünk. 23 fős stáb. Az, amikor turnéban nekivágunk, hogy na akkor most koncertezünk, akkor mindig 23 nyilván minimálisan változhat ez, 21-23 fő között mozog, tehát mindig ennyi embernek kell egyrésztről
a munkáját is figyelni, meg az elképzeléseit is meghallgatni, mert mindenképpen hozzátartozik. Hát nyilván most az megint más kérdés, hogy az, aki, mit tudom én, a koncertek szervezésért felelős elsősorban, az nem fogja a zenei harmóniákat megkritizálni, vagy külön véleményezni, de akár ez is benne lehetne, de általában nem szokott ez így működni, de mindenkinek nagyon fontos szerepe van, ami végül is, hogyha összeadódnak az energiák, akkor csak úgy működhet, így ebben a formában, ahogy mi legalábbis működünk, hogyha itt mindenkinek tényleg nagyon komoly szava van, és hozzáteszi a saját energiáját. És a többiek meghallgatják minden esetben. Emlékszem, egyszer játszottunk közösen egy fesztiválon, de nem találkoztunk, mert mi lejöttünk a színpadról a zenekarral, és az utánunk következő produkció volt a Kowalski meg a Vega, de hogy hosszú-hosszú percekig, már majdnem órákat mondtam, de úgy tűnt, csak a világítást, meg a különböző fényelemeket, meg azokat a díszleteket pakolták fel, amelyek valószínűleg elengedhetetlenül részei a produkciónak. Tehát ezt jelenti tulajdonképpen a 23 ember, hogy egyrészt ezt valakinek ki kell találnia, meg kell valósítania, és fel is kell építenie. Hát elkezdtük mi ezt annak idején már, mikor még mint 4-5 vagy 6 éves volt a zenekar, hogy a színpadra adjunk, és hogy tényleg próbálj meg mindig újítani. És olyan 10 éves volt a zenekar, akkor volt egy nagy szülnapi koncertünk, és ott kezdődött el az, hogy elkezdtünk saját fényessel dolgozni, aztán már jöttek a vizuálok, a LED falak, akkor lett saját vizuálosunk, nyilván saját hangmérnökünk az mindig is volt, amire nagyon odafigyeltünk. A saját vizuális, a vizuálos, az azt jelenti, hogy ő beszáll a zenekarba, és amikor nektek bulitok van, akkor azzal, amivel ő rendelkezik, azt a rendelkezésetekre bocsájtja. Hát a szakértelmét, mondjuk a vizuál anyagot azt összerakja, és van egy cég, akivel együtt dolgozunk, aki pedig a látvány elemeket minden egyes koncertre hozza nagy kamionnal. Tehát nektek ezt nem kell megvenni a zenekari félretett pénzből, nem kell raktározni, hanem szerződni kell egy céggel. Aki hát így van, és ez is egy ilyen kialakult baráti kapcsolat, és akkor ez is így épült párhuzamosan a Kowalski meg a Vega brand, és akkor az ő cége, és mi együtt dolgozunk már x éve. De visszatérve a vizuálra például, tehát ebben az esetben, most már a Gabival nem tudom hány éve, több éve, hanem a Gabival jó régen dolgozunk, és minden egyes dalra külön-külön ülök le vele, legalábbis korábban ez volt, ugye most már elég neten keresztül is nagyon szépen tudunk dolgozni, úgyhogy az elmúlt év ez új formációkat is hozott, munkamódszereket, de szóval minden egyes dalt külön-külön átvesézünk, és én is elmondom, hogy mit szeretnék valójában, tehát hogyan tudjuk megerősíteni az adott dalnak a mondani valóját vizuálisan, vizuális képekkel, és ő is elmondja. És valamikor sokkal jobbnak érzem azt, amit ő mond, és akkor ő dominál egy-egy munkában. Ha már itt tartunk, én azt gondolom, de nyugodtan cáfoljatok meg, tehát nem feltétlenül vitatkozni szeretnék veletek, csak nekem ez egy véleményem. És lehet, hogy Kova egyet fog velem érteni, lehet, hogy Jimmy nem. Hogy a Kowalski meg a Vega leginkább a mondani való, meg a szöveg miatt nőtt ekkorára, amekkora. Kell hozzá a zene, tényes való, de leginkább ez vitt fel a csúcsra titeket. Hát akkor most hagyd mondja a Jimmy. Én nekem az elmúlt 10 év, mondjuk, hogyha csak az elmúlt 10 évet vesszük, mert egyébként az elmúlt 10 év az, amikor a legtöbbet médiumban vagy médiában vagyunk. Bármikor megkérdezték erről, hogy jött ez a kérdés, hogy mitől megy a Kowalski meg a Vega. Én voltam az első, még ezt a mai napig vallom. Nyilván a magyar szövegektől, mert Magyarországon élünk, és szerintem elég szövegcentrikus zenét hallgatnak az emberek Magyarországon. Ez kell szerintem egy nagyon jó szövegíró, és a Kowalski meg a Vega a szövegekre épül, és az embereket elsősorban a szöveg ad megfogja. A zene az nyilván egy nagyon fontos meghatározó tényelőzője, ami megtámogatja azt a szövegvilágot, vagy azt a mondandót, amit mondjuk Kowalski talál minden egyes dalra. Úgyhogy nem fog neked nemet mondani, mert én ugye így gondolom én is. Van szerintetek Magyarországon olyan zenekar, amelyik a zenéje miatt vált híressé, vagy elfogadottá, vagy sztárrá, de sokkal inkább a zenéje miatt, mint a szövege miatt? Létezhet ez Magyarországon? Hát attól függ, hogy milyen zenékről beszélünk, hogy a zenei műfajok között is ugrálhatunk szabadon, akkor nyilván, akkor van. Hát, tehát a
a jazz műfajban szerintem egyértelmű, hogy, hogy mindenképpen a zene. Jó, hát az instrumentális zenéről ne beszéljük. Hát azt gondolom, hogy volt olyan zenekar, és nyilván azt azért már angol nyelven csináltak, tehát a Ruth Carobi meg a Jimmy Winchester annak idején az egy elég nagy durranás volt, de az is addig engedte, ameddig jutottak, mert hogy angol nyelven volt, és ezzel a magyar embernek szerintem szükséges az, hogy, hogy értse, és még nem gondolom azt, hogy föl van készülve ez az ország arra, hogy angol, és lehet, hogy nem is lesz soha. Tehát én az... Na de és akkor ilyen értelemben, ha tudjuk, hogy a szöveg viszi feltétlenül mondjuk 80%-ban előre a zenekart, akkor ti mindig megbíztok 100%-osan a kovában? Hát ez így alakul, ez tök természetes. Már néha felszokott hívni, hogy van két szó szerintem, melyik lenne jó, de ebben nem akar senki beleszólni. Tehát ez annyira az ő platformja mondjuk. Igen, csak a kova is változott az elmúlt 20 évben, mint te, szerintem a változás természetes, sőt jó dolog. Tehát változott annyit, hogy, hogy a szövegei is változtak. Soha nem éreztétek azt, hogy hát most nem feltétlenül megyünk jó irányba, már túl sok az ezotéria, túl sok a spiritualitás, túl sok a valami. Tehát sosem volt ilyen? Szerintem nem, mert ez egy folyamat volt. Tehát, hogy ki szokta kérni a véleményét, de mi annyira nem értünk el, nem tudunk szöveget írni, mert ezt kijelentettem az egész zenekar nevébe, hogy én nekem az a csoda, hogy jut ez eszébe. Tehát addig jutok el, hogy atya, úristen, már megint egy ilyet írt, úristen, már megint, arról meg nem is beszél, hogy mennyit... Az úristen az most jót jelent, hogy jót úristen, jelent. De jót. Aha. Igen, hogy meg, hogy mennyit tud. Tehát, hogyha ő neked azt mondanánk szerintem, hogy figyelj, most ebben a hónapban kéne 8 dalnak a szöveget, akkor azt a 8-at is meg tudnád csinálni. És innentől kezdve kár is ebbe így matatni, mert semmi értelme. Mi nem értünk ehhez. Nem kértek még fel? Vagy gondolom, hogy előfordul, hogy figyelj, így már nekünk is már olyan jót írsz. De csak magadnak írsz? Más elő. Nem, előfordult már, tehát egy-két dal, szöveg, az Éliás Gyuszinak is volt, Jornak is, a Magdinak is, Lúzsa Magdinak is, de nem jellemző, mert valószínűleg annyira nagyon a saját dolgokban tudok csak gondolkodni, tehát ami hozzám passzol, az tud szerintem csak hiteles maradni. Nem tudom, de nem nagyon szeretek bedolgozni, az a helyzet. Fordítva szokott lenni, kapunk szövegeket. És akkor mondjuk, hogy nagyon megtisztelő, de mi maradnánk hova szövegeidig, úgyhogy... Ezt mondjuk megértem. Most megint zenét hallgatunk, ti nem halljátok, mert nincs rajtatok füles, de a bárzongoristánk abba hagyta a zenét, mert biztos ki kell mennie, vagy kért megint egy italt. De most elindítottam egy Nox dalt, és aztán rövidesen folytatjuk a beszélgetést Kovával és Jimmyvel itt a Retro Rádióban, az Abaházi Presszóban. Ez az Abaházi Presszó Abaházi Csabával. A mai vendég... A Kovalszki meg a Vega... Egészen pontosan Kova és Jimmy, az énekes és a basszusgitáros. És az előbb már belementünk egy fél mondat erejéig abba, hogy, hogy a Kova gondolatisága határozza meg tulajdonképpen a Kovalszki meg a Vega gondolatiságát. De azért elég sokat változtál az elmúlt 20 évben. Szerintem. Mindig, amit te érzel, amit te gondolsz, ami a te véleményed a világról, az mindig megjelenik a dalokban? Kötelességednek érzed azt beleírni? Nem feltétlenül, tehát sok mindenről megvan az embernek a véleménye, de nem viszünk bele mindent a dalszövegekbe. Tehát, hogy például, ha már itt tartunk, akkor például a világgazdasággal egyáltalán nem foglalkozik a Kovalszki meg a Vega zenekarnak a szövegvilága. De te foglalkozol vele? Igen, előfordulhat. Tehát, hogy minden társadalmi kérdésben nyilvánvalóan azért figyeljük is, megvan a saját véleményünk is, még hogyha nem is vagyok egy heves vérmérsékletű ebben a tekintetben, tehát én aztán nem fogok összeveszni se politikán, se gazdasági kérdésekben senkivel, sőt, még sportkérdésekben sem. Úgyhogy... De sokszor érzem azt, hogy a te dalszövegeid tanítanak, és nem tudom, hogy te ezt így a te tapasztalásaidat adod át, hogy az egy jó út, vagy egy jó irány, tehát, hogy tanítani szeretnéd ezen keresztül a rajongókat, vagy akik hallgatják a dalaidat, vagy csak egyszerűen kinyilvánított, hogy ez a véleményed? Nem, vagy veled ez történt? Igen, tehát semmiképpen nincs meg egy szándékos az, hogy úgy beleállni ebbe a történetbe, hogy bárkinek is megmondani egyáltalán, hogy mi lehet az, ami építő jellegű lehet, akár szellemileg, lelkileg, bármilyen formában. Nincs tanító szándék. Ahogy mondtam neked, ahogy beszélgettünk ugye az elején, az egész
zenekarosdi, akkor fogalmazunk ilyen csúnyán, ez tulajdonképpen egy szolgálatként tekintek rá. Ezen a szolgálaton belül maga a szövegek is, az üzenet is, az tulajdonképpen egy önemlékeztető dolog, hogy mi az, ami igazán fontos, mi az, ami autoritásban van az én életemben. Mivel és hogyan tekintek, milyen formában tekintek a világra és saját lényemre. Ezen belül, vagy ezen túl, és mindent összefoglalóan pedig Istenre, mert azért tehát nyugodtan kijelenthetjük, hogy ennek igenis van szakrális háttere ennek az üzenetnek. Ez nem tanító jellegű, ez a szolgálathoz hozzátartozik. Engem ez az, ami mondjuk úgy éltet és életben tart. Ez az irány, ez a látásmód. Ezért írom bele a szövegekbe. De senkitől nincs a zenekaron belül sem akár csak megkövetelve, vagy még megkérdőjelező, hogy ehhez a témához... Nem kell jogázniuk azért, mert nem kell semmit tenniük. Szeretniük kell ezt a dolgot, és magát ugyanúgy, ahogy én is szolgálatként tekintek, ők is, hogyha egy irányba megyünk, és ők energiákat tudnak ebbe beletenni, akkor az gyönyörű szépen fog működni. Ez egy jó csoport. Hát meg azért 23-an vagyunk itt, ami érintette kova, most a gazdaságot, politikát, bármit, ott több vélemény is találkozik, és azért ott vannak beszélgetések, és szerintem ez jó, mert el tudunk addig jutni, hogy meghallgatjuk a másikat mindenféle ajtósapkodás nélkül. Mm-hmm. És ez szerintem elég fontos lenne, szerintem mindenkinek. Igen, ez egy jó üzenet. Egyébként csak arra vagyok kíváncsi, ugye én nézem a Kowalski meg a Vega Facebook oldalát, ami mint zenekari Facebook oldal, meg nézem a te Facebook oldaladat is, ami a sajátod. Sokszor van egyezés, de leginkább én azt érzem, hogy te a saját oldaladon teljesen jogosan azért felhasználod a népszerűséget, hogy elmondhasd, vagy megmutathasd, hogy például hogy jógázol, hogy hogy gondolkodsz a világról. Ha ugyanezt megteszi a zenekarból bárki más a saját oldalán, de mondjuk nem egyezik a véleményetek, akkor az... Tehát, hogy ez belefér ebbe a zenekari létezésbe? Hát hogyne, hát a Jimmy is foglalkozik TRX-el, ugye? Tehát ő konkrétan egy oldala is van, és ez egy új dolog. Ez megjelent a zenekari felületen is, tehát a zenekari oldalon is. Hát természetesen sajátos formában, de hogy tudjanak róla az emberek, hogy a Jimmy ezzel is foglalkozik. Tehát így nincs kizárva, és nincs ilyen tekintetben nem egy személyes produkció ez, még ebben a tekintetben sem. Bármi, ami hát most nyilván, hogyha valaki elmegy, mit tudom én, politizálni, és belép valami pártba, hát az nem fog megjelenni a zenekar oldalán, ez kétségtelen. De az, ami ilyen építő jellegű, és közel lehet a közönségnek ez a dologhoz, vagy a közönségnek is, közönséghez is szól, akkor az meg tud jelenni természetesen más, nem csak én. Éva írja, hogy szép estét, nagy kedvenc, már nőtt meg a zenekar. Nem csak a zenéjüket, de a jogát is követem. Hát ezért is kérdeztem rá, hogy ezek szerint akkor a rajongók, akik titeket követnek, itt a felelősség, hogy nem mindegy, hogy mit mutattok. Hát ezt a felelősséget érzitek a mindennapokban? Hát nézd, ez mindenkivel így van. Én azt gondolom, hogy bárki, aki bármilyen formában, mondjuk úgy a fény, akármilyen mértékben is a fényben áll, láthatóvá válik, de annak van felelősség egyáltalán mindegy, hogy miket beszél, miket csinál. Ez nem azt jelenti, hogy emiatt teljesen természetes, hogy emberek vagyunk, hibákat követünk el, lehet, hogy másképp ítélnek meg bennünket, mint amik egyébként vagyunk a valóságban, de ezeket nem kell rejtegetni, nem kell mást mutatni. Tehát nem kell magatokat megjátszani, hogy jó fiúnak tűnjetek, hanem nem fog működni. Ilyenek vagytok, amilyen képet mutattok, olyanok vagytok. Igen. Nem fog működni. Tehát hosszú távon nem lehet egy hamis képet mutatni. Hát meg nálunk az ez a folyamat volt. Tehát, hogy ez a tömeg vagy rajongóbázis azért ez egy majdnem 20 éves munka eredménye. Nem az volt, hogy hirtelen beleestünk ebbe a világba, azt se tudtuk, hogy merre vagyunk arccal előre. Ez megszokja az ember, és ez így nem kell kezelni, valahogy ez így természetesen jött. Az egyik hozta a másikat. Ezt jó, hogy mondod ezt a nagy közönséget, mert hogy én az elején még utaltam erre, hogy tavaly, amikor volt lehetőség 500 fő alatti rendezvényeket megvalósítani, lejátszani, akkor ti nem koncerteztetek, mert hogy ki legyen az 500, aki bemehet egy koncertre. Tehát, hogy ez... Hát ez volt az egyik része is nyilván. Meg azt gondoltuk, hogy az is igaz, mi a végsőkig bíztunk abba, hogy majd nekünk augusztus végére volt egy Budapest Park, vártuk, hogy akkor majd lehet. Nem sikerült, el is engedtük az évet.
volt, illetve nem akartunk egy olyan produkciót színpadra vinni, nézd, teljesen egyértelmű, egy 500 fős koncertben nem lehet ugyanazokat a látványelemeket, ugyanazt a mennyiségű dolgot színpadra vinni. Mert nem tud jönni az a 23 ember, aki vagyunk valójában. És nekünk az fontos volt, hogy úgy menjünk, hogy mindenki ott legyen. Tehát hogy döntöd, hogy most ti ne gyere, ti most gyertek. Tehát, hogy ezt semmiképp nem akartuk, és akkor így el is engedtük az évet. Megint meghallgatunk egy dalt, és ígértem nektek is meg a hallgatóknak, hogy egy fél mondatot azért beszélünk a Plás koncertről, ami közelít, de most jön az Elég lenne című dalotok. Aztán folytatjuk a beszélgetést itt a Retro Rádióban, az Abaházi Presszóban. Ez az Abaházi Presszó Abaházi Csabával. A mai vendég Kovalszky meg a Vega, Kova és Jimmy. Hihetetlen, hogy ez a két óra is milyen gyorsan elrepült. Ez általában így szokott lenni, tehát főleg így, hogy régen találkoztunk, régen beszélgettünk, sok mindent kellett megbeszélni, sok minden mindenki is fog maradni, amit meg kellett volna, vagy meg szerettünk volna beszélni. És a Plázsról mindenképpen szeretnék beszélni, mert azt gondolom, hogy a Plázs az egy ilyen különleges helyszín. Minden zenekarnak az életében eljön, hogy hú, de szeretnénk a Balatonparton játszani. És a Balatonpartnak a parkja tulajdonképpen maga a Plázs. Tehát össze tud jönni annyi ember, mint egy fővárosi helyszínen. Voltatok már ott korábban? Hát hogyne, többször is, sőt abban a szerencsés helyzetben voltunk, hogy még 2020-ban is tudtunk a Plázson játszani. Aha. És méghozzá eléggé olyan időpont. Tehát ez még augusztusban. Augusztus elején volt, hogy szeptember eleje volt. Nem sok koncertünk volt ugye 20-ban, hiszen nem lehetett, de volt, amit mondtad az egyik, hogy az ültetett koncertek lehettek, de Debrecenben a stadionban is lehetett egy nagyobb volumenű, és a másik az a Plázson volt, ahol szerencsésen meg lehetett ezt oldani, úgyhogy mi úgy mentünk Nyugovóra, végleg Nyugovóra 2020-ban, hogy ami a Plázson fejeztük be az évet, és az is egy zseniális. De hát előtte is többször voltunk. Reméljük, hogy most nem fogjátok befejezni az évet a Plázson. Hát nagyon reméljük. Nagyon bízunk benne. Meg vannak fejből az időpontok? Tehát tudjátok például, hogy a Plázs az mikor lesz? Az előbb még tudtam, de hogy ebben a hónapban van, ugye az július 24. 4. Június 24, ez egy szombati napon lesz, tehát most már hamarosan két hét múlva, vagy valami ilyesmi. Kettő hét, mindjárt itt van. Két és fél hét múlva visszatérünk a Plázsra, így van. Mennyire folynak össze a helyszínek, meg a dátumok? Mert hát azt gondolom, hogy évről évre járjátok ugyanazokat a köröket, viszonylag ritkán jönnek be új helyszínek, új városok, tehát hogy mindig ugyanoda mentek. Nem? Én számokban nem vagyok erős, tehát én csak azért nem folynak össze, egyszerűen be se jutnak az agyamba a dátumok és a számok. Van, aki ezt nagyon szépen észben tudja tartani, de a helyszínekkel nincs problémám. Tehát általában mindenre emlékszem. Tehát, hogyha szóba kerül az, hogy most megyünk ide, vagy megyünk oda, és hogyha jártunk már ott, akkor az nekem megvan azért. Neked csak a színpad. A színpad számotokra pont azért, mert egy állandó, megszokott környezet vesz körbe titeket, az mindenhol ugyanaz. A közönség is általában baromi sokan vannak, tehát hogy... Hát nyilván azért, amikor az, hogy beszélünk, hogy itt már voltunk, itt már nem voltunk, az zenekari buszban azért nyilván valaki ezt gondolja, valaki azt gondolja, nem mindenkinek marad meg nyilván minden este, de azért, hogy mondjam, ahogy te is mondod, kicsi ez az ország, tehát egy idő után már rutinná válik, és akkor igen, inkább olyan városok vannak, ahol életünkben nem játszottunk, mi például idén, ahol kezdtük a turnét, Ácson voltunk, én nem akarok megbántani senkit, azt sem tudtam, hogy ez a város létezik, úgyhogy nagyon jó eset tud elmenni, játszani. Pedig az M1-esen mindig elmész mellette. Igen, de Győr felé. Tudom, megkérdezi az emberek nagy részét, nem is biztos, hogy tudná ezt, és pedig egy nagyon jó hangulatú koncert volt. Zseniális. Szuper volt, hogy ott vártak bennünket. Inkább ez a rész az érdekes, hogy olyan annyira feltérképez az egész országot, olyan helyekre eljut, szóval, hogyha nem ez lenne a munkám, vagy nem ez lenne a szakmánk, akkor nyilván életemben nem jutnék el oda, vagy annyi helyre. És hát sok helyszín van, nektek nagyon sok slágeretek van, sok lemez. Nyár elején kitaláljátok, hogy mi a műsor, és végigviszitek, vagy van lehetőségetek időről időre változtatni a műsorom? Van mindenképpen, mert ugye vannak főbb kiemelt helyszínek, ahol két és fél órát, adott esetben a három órához is közelít ugye egy-egy műsor. Na most azt mi alapvetően azt a műsort próbáljuk és gyakoroljuk be a holt időben. Ez azt jelenti, hogy van vagy 30 dal, vagy tudom én mennyi, akár néha adott esetben több is, és ebből tudunk válogatni. Tehát ezek cserélődhetnek azokon a helyszíneken, ahol csak, mit tudom, másfél óránk van, vagy adott esetben még ennél is kevesebb, 70 perc. Tehát ezek ott azokon a helyszíneken tudunk változtatgatni. Ugye éppen azért, mert hogy nagy a repertoár, az éves repertoár. És azt már például most tudjátok, mi van 5-e, hogy 24-én a Plázson mi lesz a műsor? Hát van egy tervezet természetesen, de ez változhat. Hát bizonyos tényezők miatt
Talán az abból szokott valamennyit változni, hogy fesztiválon játszunk, vagy városrendezvény. Na. Tehát azért nagyjából be tudjuk lőni, hogy körülbelül milyen közönség lehet számítani, de ez egy 95%-ban az a repertoár, itt 3-4 szám, ami mondjuk változtat igen, valójában. Igen. Meg hát az időbefolyás, hogy nyilván, vagy 90 perc, 75, vagy 2,5 óra, vagy 2 óra. És amikor vége a szabadtéri nagy koncerteknek, akkor mi lesz? Mire készültök? Hát mi turnéra készülünk, és reméljük, hogy a továbbiakban is hasonló nyitottsággal áll hozzánk az élet. De hát saját turnékat szoktunk ugye mind ősszel és mind tavasszal leszervezni és végigvinni. Hát nagyon bízunk benne, hogy ebben az évben is erre van lehetőségünk. Hogyha a körülmények engedik, akkor talán egy évnyitó koncertben is gondolkozhatunk már a következő évben, ami megint csak hát ugye olyan léptékű lesz, mint amit eddig tervezgettünk mindig, tehát vagy az aréna, vagy akár, mit tudom én, Debrecenben a Főnix csarnok, igen. Ez most egyelőre még ugye nincs lefixálva. Mert hát ugye olyan volt ez az elmúlt év, amilyen, meg ki tudja, mi előtt állunk. De hát mondom, remélem abban, hogy egy gyors, rugalmas tervezésben, akár még nagy évnyitóban is. Tehát akkor most nem tudtok mondani egy dátumot, hogy lesz majd egy baromi nagy buli, ekkor meg ekkor, mert hogy hát, még nincs lekötve. Hát nem. Nézd, Csabi, most ki tudna mondani. Ugye, augusztus végéig várunk, azt megbeszéltük, és akkor vagy bejelentünk, vagy nem jelentünk. Na, ennyi. Nagyon köszönöm, hogy itt voltatok. Sajnálom, hogy ilyen keveset voltatok csak itt, csak 2 órán. De ez nem rajtatok múlt, hanem a műsoridőn. De örülök, hogy itt voltatok. Mi is nagyon is köszönjük. A Kovalszki meg a Vegából beszélgettem Balázs Gyurával és Szórát Csabával, tehát Kovával és Jimmyvel. 10 óra van, tehát érkezik Várkonyi Attila programajánlóval. 11 órakor Éjjeli mesék Vasmajával. Holnap reggel újra Bocskorék ébresztenek mindenkit. Mi pedig holnap este találkozhatunk újra. Itt az Abaházi Presszóban megint nyitva leszünk, és az Animal Cannibals lesz a vendégem, akikkel ráadásul azon túl, hogy beszélgetni fogunk, még élőben fogják előadni legnagyobb slágereiket is. Úgyhogy várok mindenkit holnap este itt az Abaházi Presszóban. Mindenkinek szép estét, további jó éjszakát, kellemes rádiózást. Különleges vendégek, baráti beszélgetések, ahol ön is asztaltárs. Abaházi Presszó hétfőtől csütörtökig este 8-tól 10-ig a Retro Rádióban, ahol minden idők legnagyobb retro slágerei szólnak. Retro Rádió.